Sziasztok! Németh Kristóf vagyok. Sokan ismerhettek a tévéképernyőről, de most nem ezért vagyok itt. Úgy döntöttem, hogy elindítom saját YouTube csatornámat, ahol megmutatom a mindennapjaimat, a családomat, a barátaimat, a kollégáimat, a kulisszatitkokat, és ahol teljesen őrült tartalmakat is láthatsz. Szerintem ütős lesz. December 23-a van, tehát még egy nap karácsonyig. A fánk már áll, gyönyörű szép nagy fáról van szó. Rajta vannak égők, de még a díszeket nem tettük fel. Szerintem ma este fogunk díszíteni. Sokan majd megszólnak minket ezért, hogy miért nem 24-én. Már 23-án este szeretnénk, hogyha teljesen ünnepi hangulat lenne, így a külsőségekben is. Most még egy bevásárlás, veszek friss kenyeret, meg még elmegyek húsokért, amikkel majd karácsonykor fogunk kedveskedni a környezetünkben élőknek és a vendégeinknek, úgyhogy ma már csak ilyen igazi készülődés, otthon ajándékcsomagolás, hajrá! Sziasztok! Tudjátok-e, milyen nap van ma? Bizony, december 24-e karácsony, úgyhogy mindenkinek boldog karácsonyt kívánok itt utólag is. Megyek még Szentendrére, és hozom hozzánk Zita édesanyját, aztán megyek az én édesanyámért, és akkor együtt lesz a család. Sziasztok! Most érkeztem meg Szentendrére. Megyek Zita anyukájához, Zitához. Hát nagyon kíváncsi leszek, hogy kombi autó elég lesz ahhoz a kaja mennyiséghez, amit most el fogok hozni. Two number nines, a number nine, a large, one number six with extra dip, a number seven, a number 45, a number 45 with cheese, and a large soda. Annak ellenére, hogy mi is gyakorlatilag sütünk, főzünk folyamatosan, úgyhogy nem szeretnék abba a hibába esni, amiben oly sokan, hogy túlhalmoznak mindenfélét karácsonykor, de szerintem bele fogunk esni. Hát kíváncsi vagyok, úgyhogy be is csöngetek. Hát becsöngettem, de időközben visszajöttem a kocsihoz, mert ezt ki kéne nyitni, mert hogy azt kérdezte Zita anyukája, hogy hoztam el ládákat. Hát hoztam a ládákat egyébként, ilyen ládák vannak. Nem tudom, mire számítsak. Már itthon vagyok, Zita édesanyját meghoztam. Ez a maradék már egy kör felment, Lóci is, meg ő is pakolnak. Úgyhogy anyukám nem fért be ebbe az első körbe, de lassan összegyűjtöm az egész családot. Most megyek érte. Itt vagyok annak az utcának a tetején, ahol én felnőttem, ahol édesanyám most is él, és mögöttem egy épület, ami egykoron édesapám egyik munkahelye volt. Furcsa ezt most így lebontás közben, vagy átépítés közben látni, hiszen valamikor kisgyerekként itt szaladgáltam ezeken a folyosókon, akkor még folyosók voltak és irodák, és itt láttam először számítógépet. Aztán évekkel később meg is lett az első számítógépünk, egy ZX Spectrum típusú, majd pedig természetesen egy Commodore, abból is a kor csúcs teljesítményét nyújtó gép, a Commodore 128-as. Tehát mindenkinek felhívnám a figyelmét, hogy 128 kilobájt volt a memóriája, és ezzel gyakorlatilag minden vívő számítógép volt. Itt laktak a környező utcákban, meg házakban az én haverjaim, és itt volt például Ádám, itt lakott, akivel rengeteget játszottunk számítógépes játékokat, már akkor is, a 80-as évek közepén. Megérkeztem anyukámhoz, úgyhogy mindjárt ő is jön. Csöng a telefonja, hogy jól hallom. Aha. Igen. Diszkréten csörög a telefonja. Úgyhogy most már ő is jön át, úgyhogy egyben lesz a család és karácsonyozunk. Gyors hangulatjelentés, együtt az egész család, úgyhogy készen állunk az esti karácsonyozásra. Hamarosan kajálunk és aztán ajándékozás, aztán együtt maradunk egy nagy siesta, este pedig játék, együtt az egész család. Boldog karácsonyt! Ma van karácsony, tehát december 25-e. Csodásan sikerült a szenteste, mindenki nagyszerűen érezte magát, természetesen degeszre ettük magunkat, és este, amikor beütött a kajakóma, akkor ledőltünk picit pihenni, egy fél órára, este 9 fele. Én éjfélkor keltem föl,
Az egész család fent volt még a nappaliban, úgyhogy akkor rákezdtünk még egy kis mulatozásra. Úgyhogy lényegében jó magam hajnali 3-kor tértem Nyugovóra a fiammal együtt, de csodálatos este volt. Most pedig megyünk sétálni Leventével együtt, elmegyünk, iszünk egy forró csokit. Megérkeztünk. Megint mosolyog. De hát a videón is mosolyog az, drágám. Csak akkor megmozdulok. Jó, nyugodtan, de nem kell így. Szóval megérkeztünk, és ilyen hihetetlen békebeli kis forró csokizás, teázgatás, közben Levente itt pihen. Csodálatos napunk van, és hát tiszta ilyen tavaszias vagy őszies idő, tehát süt a nap, szélcsönd van, meleg van, szuper jó idő van. Csodálatosan érezzük magunkat, ez az igazi békés karácsony. Karácsony második napja van, köszönt és minden jót kíván, két gerle és egy csíza csupasz körtefán. Mi pedig itt vagyunk a teniszpályán, hiszen ez az első közös tenisz sok-sok hónap után. Kisgyermekünkre Zita édesanyja, a nagymama vigyáz otthon, úgyhogy mi eljöttünk ide Pasalétre játszani egyet, és már túl is vagyunk az első szetteken. Amikor megjöttünk és kérdezték, hogy mennyi idős a gyermekünk, azt mondta a pályagondnak, hogy egy hónapos? Hát tulajdonképpen akkor ahhoz képest, hogy mondta? Fainul süvítesz. Ahhoz képest fainul süvítesz, mondta ezt a feleségemnek. Úgyhogy itt van Zita, aki fainul süvít. Köszönöm, hogy velem tartottál. Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot, és írd le kommentben a véleményedet. Hogy ne maradj le, iratkozz fel. És persze kukkancs be hozzám az Instagramra és a Facebookra is.